Sziasztok, én Baluka vagyok, és bizony, mint ugyan a címből is láthattátok, elérkeztünk ez a következő Scrapmanikos videóhoz, és igen, jól láthatjátok, mert hogy keményen 8-an vagyunk fenn a Scrapmanik szerverem. Igaz, hogy a Twitch csatornámon toltunk már ilyen nézői játékot, ha egyébként nem vagyok bekövetve Twitch-en, a leírásban ott a link. Szóval ott már toltunk különböző nézői játékokat, de videóban ezen a csatornán még sohasem. Viszont láthatjátok, szóval a Scrapmanik szerverre hivatalosan is felfér legalább 8 ember. Meg szoktak néha időnként jönni trollok, az plusz 1, szóval 9-en biztos. Viszont térjünk is rá a lényegre, miszerint itt vannak ma velem a srácok, és ma velük fogunk rallizni. Az egész úgy fog kinézni, hogy építettem egy ilyen kis építkezős pályát. Ez olyasmi, mint Zondával a Noob VS Pro-ba az építésű terület, csak itt éppen nem ketten vagyunk, hanem 8-an. Mindenki elfoglalja a helyét, és összesen fél óránk lesz arra, hogy mindenki megépítse a kis ralli autóját, és amint ezzel megvagyunk, átmegyünk erre a pályára, és csapatunk egy akkora versenyt, mint olyat még soha az életben nem láttál. Nagyon sok királypályát töltöttem még le a Steam Workshopról, szóval, hogyha esetleg szeretnétek még hasonló versenyzős, akár autóversenyes, Forma 1-es, Hot Wheels versenyes videókat látni a csatornán itt Scrapmanikba, akkor kérlek nyomjatok egy hatalmas lájkot, és kérlek engedjétek meg, hogy megköszönjem, hogy az előző videó már most 10 000 lájknál tartunk, úgyhogy hamarosan jön a nézőépítmények 2. Ha gondoljátok, akkor a képernyőn látható e-mail címre küldjétek el nekem a leges legkirább építményeiteket. Most viszont amondó vagyok, hogy fölállítom a srácokat, és kezdjünk is elépíteni. Szevasztok, pupákok! Hello! Na, kezdhetünk? Igen. Jó, akkor arra szeretnének kérni titeket, hogy egyszerre álljatok föl. Ez jól nézett ki. És akkor mindenki kérlek foglalja el a saját helyét, lehetőleg ne romboljátok szét az üveget, mert sok munkám volt benne, de ha esetleg lifttel be tudtok menni, azt megköszönöm. Szóval az a helyzet, hogy kemény fél óránk van építeni, úgyhogy szépen be is állítom az időzítőt, aztán... Várjál. És itt időt lehet betenni? Ne. Jaj, ne, kíméljetek meg. Trustert ne, jó? Trustert ne. Az egyáltalán ne? Egyáltalán ne. Ne legyen benne trustert. Szóval, srácok, 30 percünk lesz, és az idő ebben a pillanatban elindult, hogy most már építhettek is, hajrá. Bevágok ide egy képet, nagyjából én valami ilyesmit szeretnék megépíteni, aztán úgyis meglátjuk majd, hogy sikerül-e ilyesmit, vagy abszolút nem fog rá hasonlítani. Mindenképpen szeretnék egyébként felfüggesztést használni. Mint olyan tudhatjátok, én nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktam felfüggesztést használni, pontosabban ilyen suspensiont, viszont ebbe a kocsiba kell. Tehát milyen rally autó létezik, amiben nincsen suspension? Mármint, hogy semmilyen, szóval, hogy kénytelen vagyok használni. Illetve, hát itt nem nagyon fog beférni a kerék. Vagy kicsit neveljük, az jó lesz így. Figyelni kell arra, hogy ne nagyon dőlünk ilyen az úton, úgyhogy megpróbálom a kerekeket minél távolabb rakni egymástól, illetve természetesen nagy kereket használni. Viszont ami probléma, hogy hát az idő az azért nagyon sürget, tehát nem érek rá kényelmesen építkezni. Twitch előadásokban szoktam emlegetni, hogy ugye én általában azért, ha jókat építek, akkor ahhoz nekem idő kell. Ezek futamok egyébként ezért is neccesek, mert hogy itt azért idő nem nagyon van. Építeni kell, mint vadállat. Vannak dolgok, amit mindenképpen meg szeretnék építeni az autóba, ilyen többek között a stabilizátor, illetve a kanyarodás rásegítő rendszer. Azt a rendszert egyszer használtam videóba, azt hiszem a DeLoreannak a megépítésekor. Most is ezt szeretném használni, mert szerintem ilyenkor egy ilyen verseny rohadt hasznos lesz majd. Na, az egyik oldal kerekeivel megvagyunk. Kicsit fura, de meglátjuk. Soha az életben nem csináltam még ilyet. Most ki kell próbálni. Mi van akkor, hogyha két motort kötünk bele? Gyorsabb lesz-e? Nem lesz-e gyorsabb? Első kerekeket ez a motor hajtsa meg, a hátsó kerekeket meg a másik motor hajtsa meg. És kérjük, hogy akár két motort is lehet használni, ha olyan. Szándékosan léptetek le ilyen sokan? Mi lenne akkor, hogyha abszolút megfordítanám a menetirányt? Alapból ez a hosszabb része a kocsinak, ez jó lesz hátulra. Ide kellene megépíteni a kanyarodást, amihez kell két csapágy, egy pipe, bele egy suspension, és így beleforgatunk még egy pipe-ot, majd ezt szépen belekötjük ide, és hogyha minden igaz, akkor így már forgunk, mint vadállat. Igen, jó, szuper. Jó, rendszer pipa, jöhet a dizájnolás. Valaki már festeget, mint vadállat. Szigorúan W-vel. Aha, itt talán egész pofás lesz. Kontrollert most nem akarok használni. Jó lesz ez a ferde blokkos megoldás. Fő a változatosság, meg a bableves is fő. Alu, igen? Akartam feltenni a kérdés, hogy az enyém nem baj, hogy ilyen rollis lesz, hogy akkora nagy, nem egy én... Na, megvan. Hát nem feltétlenül gond. Az enyém az ilyen... Hát széles, nem lesz az ellen. Rakjuk. Csak érted, azzal lassabb leszel, szóval lassabb leszel lényegesen. Ezt kell ide belekötni. Ja, én kettőt raktam, de azért három motor azért az flagma. Srácok, hogyha a motor mondjuk kettő van vagy három, de azért a négy kerékre figyeljük, hogy ne 8 kereke legyen, jó? Szóval, hogy azért így a reális dolgokat. Én is kettőt egyébként. A kontrollert állítsuk át mínusz 60-ra az első fázisra, ez itt maradhat XOR, és akkor elvileg az ajtó az... Hát elvileg munkodik, nézzük meg. Igen, munkodik, tök jó. Valakinek egyébként szabadul a kocsija, úgy hallom. Kikötődhetett a szék. Nem tudom, tegyünk ide ilyen kis díszítést. Igen. Ó, azért komoly kis rendszerek.
Jó, a rendszerre készen vagyunk, gyorsan kezdjünk el dekorálni. Szerintem Zondától eltanult kis exit táblás lámpát fogom használni. Ezt gyorsan fessük is le fehérre. Ide, ilyen igazi rallis féklámpákat teszünk. Sőt, érjen már végig. 5 perc, tegyünk neki egy kis kerekítést és kipufogócsövet. Elméletileg kész vagyunk, úgyhogy gyorsan fessük le. Szerintem ilyen sötétkék-fehér lesz. Sötétkék-fehér-piros? Faj, én most nem mentem. Én is amúgy. Faj, nekem nem is olyan az autó. Na, és srácok, ebben a pillanatban lejárt az idő. Ki is írom gyorsan a gyermekek, hogy stop! Vége! Lejárt az idő. Bújjatok elő! Na nézzük vissza Discordra, mi van velük. Na szevasztok! Hogy ment az építkezés? Jó. Hát nem jó, nekem erőm, hanem egész erőm kell kezdenem. Így van. Lehet, hogy fel fog borulni, de mindegy. Te mit nézel ott, te kis bagoly? Meg kakas? Fent a tornácon, azt figyeld! Szevasz, te! Ez nem tud kanyarodni. Na figyeljetek, az a helyzet, hogy menjünk át egy másik világba, és akkor ott aztán összemegyük a vadak. A vadgépek. A gépek, a vad... Mi, micsoda? Én az lesz a neve, hogy vadallat. 001-03-31. De szigorúan dupla vével vadállat. Ennyim nem tud kanyarodni, szóval én előre megy, aranyos minden. Már rád lehet lépni? Rád lehet lépni. Mint egy bogára! Na, most már rám lehet lépni. Birodalmi lépegető. Birodalmi rálépegető. Felcsatlakoztunk ide a pályára, viszont az a helyzet, hogy rohadtul nem tudjuk, hogy honnan kéne indulni, de ha már van helikopterünk, akkor miért ne nézzük meg azzal. És ahogyan látom, ezen nem nagyon van célegyenes. Talán ott a köveknél. Jó, teljesítettél. Fenn van a workshopon, ha gondoltak, le tudjátok tölteni. Egy olyan kanyarodó cuccot le tudsz nekem tenni, amit te használsz? Nem, azzal előre föl kellett volna készülni. Azta! Hát gyerekek, ez a kocsi, ez megy, mint vadállat. Jaj, panda, beállsz már oda középre? Nekem nem van hívva a kocsi. Akkor adjad ki, megnézem, várjál. Nyomjuk jobbra, majd pedig balra. Kicsit igazítunk rajta, így. Kicsit. Most tanulok vezetni, szóval panasz nem lehet. Így, tessék panda, tessék. Amíg azzal lehet iszteni, hogy ott a kerítnél egy kis barnás festéket raksz, mint ahogy ilyen sáros lenne. Ne, tényleg. Breakdance-elő kis kamion! Ezt jól videóztam. Vagy még átszíneztetem a lámpát. Azt hogy csináltad? Hát, gyerekek, super power. És végre elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor elkezdhetem nektek bemutatni azokat a járműveket, amit a srácok és én építettünk. Gyakorlatilag 2 versenyt rendezünk ma, ugye az egyik az, hogy ki teljesít gyorsabban 2 kört ezen a pályán, a másikban pedig ti fogjátok eldönteni, hogy szerintetek melyik a legjobb autó. Pontosabban a top 3. Mindenkinek meg lesz a rajtszáma, egyébként így még, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nincs 9, szóval csak 8. És akkor kérlek a komment szekcióba írjátok le, hogy nektek melyik a top 3 kedvencetek. Itt van velünk Armand, aki ezt a csodaszép fehér járgányt építette. Nagyon odafigyelt a spoilerekre, a lámpákra, mellesleg 2-3 motort is tett bele. Armand az 1-es. Itt a 2-es rajtszámmal lévő versenyző, akit sajnos sosem tudunk meg. Az ő kocsia kapott felső reflektorokat, amit kívánság szerint tudunk állítani, illetve kívülről is egy igazi ilyen Dakar rallis kocsit sikerült neki csinálnia. Armandé nekem inkább utcainak tűnik, míg az övé pedig ilyen igazi terep. Én vagyok a 3-as. Abszolút más vizekre elvesztem. Egyébként nagyjából elbeszéltem az időt és rohadtul mindenre figyeltem. Szerintem annyira nem lett rossz, de én inkább a futamba veszek majd részt aktívan. Én vagyok a 3-as. Ha esetleg tetszik, akkor megköszönöm a szavazataitokat. Aztán itt van velünk Panda, a 4-es, a kis piros autóval, ami egyébként nekem nagyon egy olasz háromkerekűre emlékeztet. Giorgio Bambino el pasta! Aztán itt van velünk Slide, akinek gyakorlatilag a kerekei között így bujocskázni és fogocskázni is lehetne, de van nagyon menő villogója. Szevasz, Slide, te vagy az 5-ös. Ruben valami banna Cybertruckot épített, de hogyha jól működik, akkor akármi nyerhet is. Majd itt van nekünk 2 vadállat dupla V-vel, az egyik az nem más, mint... Spongya Bob. Szevasz. Gyönyörű, sárga vadállat, rendszerügyileg alap, mint az enyém, de atom. Majd zárásképpen itt van velünk Gombi, aki gyönyörűs és ajtót készített, nagyon szép zöld színben pompázik a járgánya. Nekem ez különösen tetszik, még LED is van az alján, szép munka. A spoiler nekem nagyon a végén jutott eszembe, úgyhogy mint olyan azokon is, meg itt ezeken is láthatjátok, van spoiler, hát én ezt a spoilert ezt nagyon benéztem. Kivételesen most nem a szépségversenyen indulok, viszont nagyon-nagyon remélem, hogy a futamon most oda teszem magamat. Úgyhogy visszamegyek a srácokhoz, fölállítunk egy rajtrácsot, aztán pedig kezdődhet is a futam. Na csácsú, mi csácső? Akkor figyeljetek, az van, hogy fölállítunk egy rajtrácsot, jó? 8-an fogunk egyszerre versenyezni. Ecpec, kimehetsz, holnap után bejöhetsz, cél, nára, cine, gére, ugye, cica, az egére, fuss! Te vagy az első, Ruben! Kérem, fuss! Mindig kívülök a második, he? Utolsó. Ha én leszek az utolsó helyen. Szépen, most rendesen van hely, tudunk távolságot hagyni köztük. Fuss! Jaj,
De mondom, hogy leszek az utolsó. Na már csak hárman maradtak a srácok. Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Cél, Nára, Cine, Gére, Ugo, Cica, Aze, Gére, fuss! Jojo! No! Mi lett a kerekedd eddig? Na szóval, elérkezett a dicső pillanat, a rajtrács már készen áll, mind a 8-an felsorakoztunk, szerencsére egyébként jó helyet találtam magamnak így a rajtrácsom, úgyhogy srácok, igazából most már semmi nem választ el minket a kezdéstől, kettő kemény kört fogunk tolni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz a vége, ez hatalmas, ilyet még soha az életemben nem toltam. Mario Kart verseny volt már nézőkkel, ha gondoljátok a VOD csatornán visszanézhetitek, illetve Twitch-en lesznek majd még ilyenek a jövőbe, viszont rally verseny az életben nem volt még. Kicsit előrébb jövök, hogy az egyenlő távolságokból induljunk. De kemény vagyok, úgyhogy azt mondom, hogy vissza is megyek hátra. Na szóval srácok! 5, 4, 3, 2, 1 és mehet! Ott is van! Jó, elindult mindenki, akkor bizony én is mehetek. Szerencsére jól kapom el a rajtot, és könnyedén eljövök. Ugye a pálya... Hey ho! Gombi! De hey ho a gombi, hogy átugratott a pályán? Na azért, okosan, de egyelőre úgy néz ki, hogy vezetek. A rajt után jól lejöttem, és egyelőre vezetem a futamot, és a közelembe nem értek. Srácok, megmondtam, én nem a szépségversenyen indulok most, hanem bizony a futamon. A Form 1-es világbajnokságot sem műzőkinézet alapján pontozzák. Egyelőre szerencsére elő vagyok, mögöttem egy másik sötétkék autó jön, viszont oda kéne figyelnem keményen a futamra, mert nem kéne azért elbukni. Lehet, hogy a rengeteg GTA és a forzás vezetés azért hozzátehetett ehhez. Egy konkrét hajtűkanyar választ el minket a második helyzettől. Jaj, ne, csak nehogy felboruljak. Elfelejtettem belerakni a stabilizátort. Imore! Na jó, nagyon remélem, hogy nem lesz gond ebből. Kicsit elvesszük a gázt, igaztolja ki a fenekét, de abszolút nem gond. Kikerüljük a ciklát, jaj, szerencsére át lehet menni a fán. Megpördültünk a kanyarba, viszont úgy néz ki, hogy belefér. Mögöttünk nagyon messze van a következő játékos. Ráfordulunk a célegyenesre, épp hogy nem borultunk fel, de megkezdjük az utolsó körünket ezen a mai futamon. És úgy néz ki, hogy Giovannit le fogjuk körözni. El mucho el Díaz, muy gracias, bien buenos días, tardes. Ott van például Gombi, akinek tök szép az autója, viszont abszolút nem tud vele haladni. Mindjárt őt is lekörözzük, és szerintem a pályának a felén keresztbe ment át. Gombi, te merre mész? Gyere, Gombi. Úgy érzem, nagyon el lett találva most ez a kis autó. Megint megkerüljük a követ, de most nem a fának megyünk neki, hanem a sziklának. Gyorsan állj helyre. Léci. Nem akarom ezen elbukni. Jó, megyünk két keréken, mint vadállat dupla V-vel. Itt már visszabírom forgatni? Ne. Fölborultunk. Jaj, lift. Nehogy már ezen bukjuk el, de szerencsére mögöttünk senki. Valaki ott keresztbe jön a pályán gyakorlatilag. Villám McQueen keresztbe érkezik. Megint átmegyünk a mamut fenyő alatt. Megint bevesszük ezt a kanyart. És az utolsó kanyar, srácok. Rövid féktávval bevesszük, majd pedig keményen átcsúszunk a célvonalon, és amondó vagyok, hogy ezt a futamot elkönyveljük egy győztes futamnak. Viszont kíváncsi vagyok, hogy mi van a srácokkal. Helikopter! Hatalmas küzdelem Armand és a kék kocsi között, de úgy néz ki, hogy a kék versenyautó fog beérni másodikként. Armand valamiért megállt. Elment a hajtása. És ebben a pillanatban második helyzetet is avantunk. A srácok össze-vissza mennek, gyerekek. Össze-vissza mennek a srácok. Armannak is baromira jól néz ki az autója, viszont abszolút nem tudja irányítani. Viszont ez a sárga kocsi nagyon megy, le is erőzte Armandot, és úgy néz ki, hogy megvan a dobogunknak a legalsó fokára. Fellépő egyednek az autója, Spongyabomnak, Bikinifenéknek, megvan a harmadik hely. És a kérdés már csak az, hogy Armand érve vajon negyediknek, vagy esetleg az a sárga autó leelőzheti még, hát az most borult egyet, úgyhogy nem valószínű. Hát mi volt veletek, srácok? Három, kettő, egy, és mehet, srácok, toljuk neki! Nagyon jól kapom el a rajtot, és szerencsére el is tudtam menni 2-3 autó mellett egyből, de az élmezőny azért az erős. Hatalmas ütközés! Gombi, te mit csinálsz? Hát neki csapodott a táblának! Jó, és átvettem a vezetést, de Gombival úgy érzem, hogy azért ez még nagy csata lesz. Várjál, elszabadult egy tigris gyakorlatilag. Nyerni fogok! Hát akkor nem is értem, miért tetteted, hogy körbe mész. Hát gyakorlatilag elindulsz a célba, megkerülöd azt a kőoszlopot, aztán mész is vissza, azt megnyerted csak. A breakdance elő pókember! De Lorint nem Melyiket? A busztosat. A few minutes later. Ott megy, ott repül! A DeLorean
Hát repül az éget! Viszont srácok, elérkeztünk a videónk végéhez, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett és szeretnétek még további, akár rallis, akár Form 1-es, akár bármilyen autós versenyzős videót látni ezen a csatornán, akkor kérlek dobjatok egy hatalmas nagy lájkot és iratkozzatok föl, ezek mellett a leírásban kérlek csekkoljátok a VOD csatornát, illetve a Twitch csatornámat, mert hogy érkeznek oda is a Scrapmanikus élőadások, alaposatban Twitch-en, de hogyha lemaradtál ott a VOD csatorna. És köszönöm nektek srácok, hogy itt voltatok ma velem, és ennyi nagyon-nagyon király verdát építettetek, az eredményt tudjátok, most viszont nem maradt más hátra, mint hogy én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!